Képzeljétek el, hogy 20, 20, részt végignéztünk ebből. Megnéztük, hogy milyen, milyen Jézus különböző helyzetekben, hogy viselkedik, hogy beszél, mit csinál. És ma úgy fogjuk, úgy fogjuk befejezni, hogy, hogy, megnézzük Péternek a, Péternek a befejező szakaszát. Megnézzük őt az evangélium végén. We're Nem a Pétert nézzük meg. Yeah. Már. Bocs, nem Igen, az evangélium végén nem az apostolok cselekedeteinek a végén. So not at the end of Acts. És, és a mai óránknak az a, az a címe, hogy minden kegyelem Istenem. Is és és abban ahogyan Jézus Péterrel bánik, megismerjük a minden kegyelem Istenét. And in the way that we see Jesus deal with Peter, we get to know the God of all grace. Ahogy megnézed, ahogy helyreállítja az áruló Pétert, abban he, megismered a minden kegyelem Jézusát. As he restores Peter, the betrayer, um, you will get to know Jesus so much deeper. Péter az első levélében, az ötödik részben ezt írja. In 1 Peter 5, tizedik vers. A minden kegyelem istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Nézd meg, hogy Péter úgy ismerte meg Jézust, hogy ő a, ő a minden kegyelemnek az istene. look at the fact that the way peter knows jesus best is that he's the god of all grace. Amikor, amikor hogy when you pray with someone, you get to know how does this person understand god in the deepest way? Azzal, ahogyan kezdi. in the way that they start. oh, drága atyám. oh precious father. Ö, megismerte, mint apuka. Uh, perhaps they've known him most as father. Hatalmas istenem. Great God. Megismerte az, mint, mint az erős Istent, aki közbeavatkozik. And that person has probably known him best as the powerful God who steps in the And the way Peter thinks about Jesus is that he's the God of all grace. And we see this because Peter failed in the most. Um, horrible kinds of ways throughout the Gospels. És biztos a többiek is így voltak vele, nem csak Péter. And I'm sure the other disciples were like this too, not just Peter. De Péter van itt kiemelve a szemünk előtt. But Peter was the one that was really highlighted for us. És Péter us. ezekbe a bukásaiban megismerte, hogy Jézusnak minden egyes bukásra van kegyelme. And Peter, in all of his failures, recognized that Jesus had grace for him in every single failure. And so Peter realized that it's this grace that he needs to take beyond into the church. A, a kegyelem a jó hír. Grace is the good news. Az, hogy meg van bocsátva a bűnünk. That sin is forgiven. Az, hogy van, van kezdés. And that there can be new beginnings. Mert Isten kegyelmes. Because God is gracious. De a zsidókhoz írt levélben azt is olvasod. But in Hebrews we also read. 13, in uh, 9. Hogy, hogy jó dolog, hogy, hogy kegyelemmel erősítetik meg a szív. that the heart is strengthened by grace that so that's a good thing nem, nem meg a not by food or by rules nem a miatt fog megerősödni a szívem. and my heart won't be strengthened by the different things that i choose to do Bár, And sometimes that does work. Amikor este megfogadom, hogy holnaptól fogyok úrázom, azonnal jobban érzem magam. Voltatok meg? When I decide in the evening that I starting tomorrow will start a diet, I start to feel better about mert, mert, már csináltam valamit, már megfogadtam. Because I've now made a decision. De aztán eljön a másnap reggel. But then the next morning, because, és rájövök hogy, rájövök, hogy mennyire durva ez a test. And I realize how difficult the flesh is. És akkor megint, megint and then I get saddened once again. Azt mondja az igen, hogy jó Azt mondja az igen, hogy jó dolog, hogy a kegyelemmel erősítsük meg a szívünket. The Word says that it's a good thing to strengthen our hearts by His grace. Tegyük ezt, tegyük ezt az, and to do this consistently because grace is what restores us. Az a van and in every area of our life, we need grace. Az az, ami ami that's what restores us, that's what heals us. Sőt, az az, ami visz. And often, it's what takes us further. Because it doesn't matter who who's right. Vagy kiderül és mégis a kegyelem kell. Or maybe it does turn out who's right and then we need grace. Csak úgy tudunk tovább menni. That's the way that we can go on. És Pál, Pál azt írja nekünk, hogy kegyelemből vagyunk, akik vagyunk. And Paul writes that we are who we are because of grace. Egy másik helyen azt mondja, ahogy vettétek a Krisztust, úgy járjatok benne. He also says that as you've taken or accepted Christ, so walk in Him. How did we accept Him? Hogy we recognize that we were sinners van and that we are in need of salvation. Nincs semmink, amit érte. That there's nothing that we can give. És hittel, and, ugye, van and by faith through grace, or by grace through faith, Nagyon fontos, hogy ismerjük ezt a kegyelmet. It's very important that we know this grace. És hogy egészségesen ismerjük. And that we understand it in a healthy way. Mert ez az, amivel küldött minket az Úr, hogy menjünk és tegyünk tanítványa minden népeket. Because Szóval nézzük meg Pétert, és el fogunk jutni oda, amikor Jézus háromszor helyreállítja őt. so let's examine peter and we'll get all the way to the point where jesus restores him three times if you haven't done so already i would really encourage you to download the app for our church Mert a nem kell because you'll find the notes there and you'll have to do a lot less or finding of passages tenni a we'd like to make things easier for you so as i you János 13.36-tól. So 13, Simon Péter megkérdezte tőle, hová megy, Jézus így felelt, ahova én megyek oda, most nem követhetsz, de később majd követsz. Péter így szólt hozzá, Uram, miért ne követhetnélek most? Életemet adom érted. Jézus így válaszolt, az életedet adod értem? Bizony, bizony mondom neked, mire a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Péter kijelentése előtt Jézus arról beszél, hogy a tanítványok el fogják őt hagyni, elárulják. Sőt, megmutatja, megmutatja az árulóját, hogy ki fogja elárulni őt igazán. in fact, he even points to who the betrayer will be. És a Márk evangéliumában még jobban meglátjuk Péternek a reakcióját. And in the Gospel of Mark, we see Peter's reaction even more. Hogy azt, amit itt mond? The way that he says what he says in this passage here. Azt mondja, hogy hát ha ezek ezek elárulnak is, én nem. He says, if these guys uh, deny you or betray you, I won't. Ha, ha mindenki téged, én nem fogom megtenni ezt. Even if everybody leaves you, I won't. Én remélem, hogy ezt mindenki megcsinálta már egyszer az életébe. And Mert amennyire szörnyen néz ki ez a dolog, szerintem ez fontos. Because no matter how awful it seems, it's important. Mert látod, Péter azt mondja, te vagy a messiás, én vagy, én követni akarlak a régi életemnek a halál, a halálba követlek téged. Fú, ezt most jól összekevertem. So Peter says, regardless, regardless of um, anything else, you are Lord, and I'm happy to put my old life to death. Tök jó, hogy itt vagy. Te vagy, aki nekem kell, lesz, én megfogadom, hogy megyek utánad. You are the one that I need, and I will follow you wherever. Mindegy, hogy ki mit gondol, én megyek utánad. Regardless of whatever, whatever anyone else thinks, I'm going after you. És halljon meg a régi életem. And I'm putting my old life to death. A megtérés, nem? This is what salvation is. Jó az indulata, so Peter has good intentions. Sőt, ez kell a and this is what we really need to step into that. That, that we would be willing to sacrifice the old for Jesus. Hogy that we would be willing to die for Jesus. De ugye nem így volt ezzel. But that's not exactly how Peter was. was Peter also had pride. Hogy, hogy, én, én ezt megcsinálom, még ha ezek itt, ezek a sútyók, senkik nem csinálják, én megteszem. I'll be successful. De aztán Péter nagyon hamar rájött, hogy ez nem így megy. But Peter very quickly realized, this isn't how things work. Rájött arra, hogy a teste még nincs megváltva, tele van bűnökkel he realized that his flesh wasn't saved. It was still full of sin. Rájött arra, hogy erőtlen. He realized that he was powerless. Hogy nincs benne semmi jó. That he didn't have anything good in himself. Rájött arra, hogy a, hogy a teste az küzd az ellen, hogy a lélek dolgait tegye. And he knew that his flesh was fighting against whatever the spirit was trying to accomplish. Rájöttünk arra, hogy minden percben szükségünk van Isten kegyelmére, mert semmik vagyunk. And we realize that we need God's grace in every moment because we have nothing to offer. Ahhoz, hogy, hogy járjak, hogy benne, kell Isten in order for us to walk with the Lord and to grow in grace or grow in faith, we need His grace. Mert nem, hogy a nem tudom megtenni, amit adtam. Because it's not just about the fact that I can't keep the promises and the oaths that I make to God. hanem egy csomó olyan dolog van benne most is, ami nem kedves Istennek. But there are still all kinds of things in me that are still things that are not pleasing to God. Gondolatok, vágyak, amiknek nem szabadna ott lenni, nem jó. And desires that have no place in my life, but they're there. És az egész természetem bukott. And my whole nature is fallen. Most is. Even now. Pedig keresztény vagyok. Even though I'm a Christian. It a a meg megértése. And this is where the understanding of grace comes into play. Amikor megérted, hogy, hogy bukott vagy. When you understand that you are a failure És semmi jó. and that there isn't anything good inside you. De látod, nem lepte meg. <laughs> but when you see, Jesus wasn't surprised by this, nem he wasn't disappointed in Peter. Nem he didn't change the makeup of his disciples his team. Jézus nem lepődött meg, hogy hát ha én ezt tudtam volna róla, Péter akkor korábban nem választalak. Jesus doesn't say, "Well, if I would have known this about you, Peter, I would have not uh, called you to begin with." Jézus pontosan ismerte Pétert, hogy mit fog tenni. Jesus knew Peter entirely. Pontosan tudta, hogy ezt fogja tenni, mert a lélek kész, de a test az erőtelen. He knew exactly what Peter would do because the spirit is willing but the body is weak. Ugyanígy van velünk is. And this is how Jesus is with us as well. Először is ugyanígy ismer téged is. This is how he knows you as well. In hogy the moment of your calling, he knew exactly about how you were going to fail him today. Hogy, hogy mit mondasz, mennyi időre mész el tőle. He knows exactly what you're going to say, how long you'll wander from Him. And despite this, He still loves you. And this is where grace begins. Te elfogadtad, hogy, hogy ilyen vagy. Have you accepted the fact that this is who you are? Hogy vagy, és van Isten that you are a failure and that you continually need God's grace? Te can you accept the fact that Jesus loves you the way you are? Mert a annak, hogy, hogy a because this is the beginning of understanding grace. Hogy gyenge, ember that I'm a failed, uh, weak person. El I failed in the past. Uh, I will fail, and I'm failing right now. Egyre and we'll get better and better because God doesn't leave us in the way that we are. But this is who we are. Ezt tudod, miben segít? You know what this helps us with? Ne túl sokat Don't expect too much from yourself. Tényleg. Really. Istentől várjál el sokat, de magattól ne sokat. Expect a lot from God, but don't expect a lot from yourself. Ne enged, hogy a bukott természeted miatt jöjjön a vádlás és lenyomjon, hogy te rossz vagy. Don't allow accusations and lies on account of your failures to completely cause you to despair. Ne juss el oda, hogy Isten csalódott bennem, engem nem fog megáldani. don't get to that point where you think oh god's disappointed in me he's no longer going to bless me Miért ne jól tudta, hogy vagy. why wouldn't he bless you he knew exactly what you were like we know that the bible tells us that god is faithful and just to forgive our sins ha, if, ha a if we confess them ha odamész mész és megvallod a bűneidet. If you go before him and Ő you hű és igaz és, és bocsánatot kapsz. He is faithful and just, and he will forgive. De látod, hogy kell ez a lépés. But this step is necessary. Hogy, hogy, beismert, hogy bűnös vagy és lépsz Isten felé. That you would acknowledge that you're a sinner and that you would step toward him. És innentől kezdve végig nézhetjük egyébként, ahogy, ahogy, Jézus szavai valóra válnak. And from this point we can see

truly does deny jesus and he even denies the fact that he even knows jesus and, and as peter's story is written down we see that there's many different ways that we can deny jesus and in all of these ways there is grace let's look at a few of these that happened to peter Let's jump to Matthew 26. Először a 36. verstől. We'll start in verse 36. Akkor elment velük Jézus egy helyre, melyet Gecsemánénak hívtak, és így szólt a tanítványaihoz. Üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. Maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, azután szomorkodni és gyötrődni kezdett. Akkor így szólt hozzájuk. Szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és víraszatok velem. És aztán ugorjatok a 40. versre. And then look at verse 40. Amikor visszament a tanítványokhoz, alva találta őket, és így szólt Péterhez. Ennyire nem tudtatok virrasztani velem egy órát sem. Víraszatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtelen. És Jézus elmegy még egyszer. And Jesus goes away once more. Imádkozik megint. And he prays again. Visszajön, megint alszanak. And he comes back and they're sleeping once again. És aztán elmegy még egyszer. And Jesus goes away once more. És visszajön. And he comes back. És megint alszanak. And they're sleeping once again. És már azt mondja nekik, mindegy, most már aludjatok. Akkor már aludjatok. And now he's like, okay, whatever, just keep sleeping. Látod, Péter még nemrég az bizonygatta, hogy ő hogy ő meg fog halni Jézusért, Jézussal együtt. And Peter not long ago was saying that he was happy to die for Jesus or with Jesus. Csak most nem ér rá, mert fáradt. But right now he doesn't really have time for that because he's sleeping. Megyek vele akárhova, csak most nem érek rá. I'll go with you wherever, I'm just busy right now. És, és azt is olvasjuk egyébként, hogy szomorúság miatt aludtak el. We also see in another place that they're sleeping because of their sorrow. De ez csak ide zárójelbe, ez érdekes egyébként. And just in a quick here, this is very Talán egy kicsit belemagyarázásnak hangzik, vagy az is. Or Többször látom magam, amikor ilyen mélyen vagyok ilyen depressziós hangulatban, akkor könnyebb aludni, mint keresni az Urat. But I find that when I'm at a low point in my life, it's easier to sleep than to seek the Lord. <laughs> it's easier for me to just shut everything else out, go to sleep, and hope for tomorrow. Than to go and to pray with Jesus. So you the first picture so here we see the first picture. The person who knows what God's will is and what God has called him to. Tudja, hogy is lenne arra, hogy he knows that he needs to be praying. Tegye, amit Jézus mond, so that he can do what Jesus has told him. De mégis but is still going to fall asleep. Úgy is, egy kis erőfeszítésre van szükség, arhoz már lusta. I could also say it this way, that if it requires a little bit of effort or work, then they're a little lazy for that. És az a pont, a dolgait, mint a lélek and this is the point where I find um, my, uh, my body's needs to be more important, or my fleshly needs to be more important than my spiritual needs. Ez and I think this is important to recognize. Jesus, hív minket, hogy tegyük, hogy Jesus calls us to pray. De van, hogy inkább alszom. But there are times, sleep, vagy szórakozom. Or to myself, vagy sajnálom magam. Or to feel sorry for myself, betöltöm a saját vágyaimat. And to my own ahelyett, hogy harcolnám az ima harcát. Of to fight, um, in Mondhatnám azt, hogy a tanítványok itt átaludták a forradalmat gyakorlatilag. I could say it this way that the disciples pretty much slept through the spiritual battle. Jézus harcol, meg, ők meg Jesus is fighting and they're sleeping. És meg is van az and we see the results of this. Because Peter was only capable of cutting off an ear. Jézus egy szólt, és a and Jesus said one word and everyone fell to the ground. Mert a because they slept through the revolution in prayer. És amikor én ezt csinálom, akkor elárulom Jézust. And when I do this, I'm betraying him. Bármennyire is furcsa hallani. Nem imádkozni az árulás. De aztán látod Pétert, hogy megpróbálja megvédeni Jézust, nem sikerül. We see that Peter tries to Jesus. He's not és, és elfogják Jézust, és következő helyzetben találod Pétert. Lukács 22-ben lapozzatok, 54-es verstől. Luke 22, from verse 54. Miután pedig elfogták őt, elvitték és bekísérték a főpap házába, Péter pedig távolról követte. Mikor az udvar közepén tüzet raktak és körülülték, Péter is leült közéjük. Na, itt látsz egy érdekeset. Pá Péter itt már csak távolról nézi ezt az egész dolgot. We see an interesting thing here because Peter is just following from a distance. De ez egy eredménye valaminek. But this is a result of something. Amikor mi kihagyjuk azt, hogy közel legyünk Jézushoz és vele imádkozzunk, akkor egy idő után azt fogjuk észrevenni, venni, már csak távolról követjük. When we leave out the opportunity to be close to Jesus and to be praying with him, then we end up following him from a distance. És aztán, és aztán, látod őt, hogy, hogy már leül azokkal a katonákkal melegedni a tűzhöz, akik Jézust elfogták. Mondhatnánk azt, hogy jó, igen, legalább Péter azért követte, a többiek már ott sincsenek. De hol van ez a dolog már attól a kijelentéstől, hogy hát meghalok veled? but this is totally different than peter's earlier declaration of i'd be willing to die with you a második képet látjuk, ahogy el lehet Jézust. we see the second picture of how we can deny jesus Az ember, aki azt magáról, hogy the person who calls himself a christian Meg, hogy De csak úgy messziről. But just from a distance. nem kell ezt olyan komolyan venni ezt a kereszténységet. Jó dolog, csak nem megyek közel. It's fine, it's A hétköznapjaimban élem a, a, a megszokott életemet csak úgy, mint ahogyan a többiek élik. During the week, I'm going to live my normal life the way everybody else is. And on the weekends I'm very very Christian. But during the week I'm not: ezen a I've been in this place before.: talán mindenki jár ezen a helyen. And I think many of us think all of us have walked in this place.: nem When we don't dare to truly take it upon ourselves. Van and we have these seasons as well. Aztán, az évek, van, aki úgy is marad. But as the years pass, there are times where we completely stay in this place. Látod, is el lehet and we can deny him and betray him in this way too. That I just say that I'm a believer, but I'm only following him from a distance. És nézzük, hogy megy tovább a történet. Lukás 22.56-tól. So Amit ott ült a tűz világánál, meglátta őt egy szolgáló, szemügyre vette és így szólt. Ez is vele volt. Ő azonban letagadta ezt mondva, asszony, nem ismerem őt. Röviddel ezután más látta meg, és rászólt, te is közülük való vagy, de Péter így válaszolt, ember, nem vagyok. Körülbelül egy óra múlva más valaki is bizonygatta, de bizony ez is vele volt, hiszen ő is Galileából való. Péter azonban ismét, ismét tagadta: Ember, nem tudom, mit beszélsz. Még beszélt, amikor hirtelen megszólalt a kakas. Ekkor megfordult az úr, és rátekintett Péterre. Péter pedig visszaemlékezett az úr szavára, amikor azt mondta neki: Ma, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Azután kiment, és keserves sírása fagadt. Ez egy érdekes, durva pillanat lehetett. This is a very and rough time. Hogy, hogy Péter itt már minden évvel megtagadja Jézust. Egy másik helyen azt olvasod, hogy nekünk úgy fordítják, hogy átkozódva tagadta meg Jézust. In another place, we see that Peter used curses or called down curses in his denial.: It doesn't necessarily mean that he was saying uh, foul words. Mindenre, but he was probably vowing and taking oaths. Látod, oda, and he reached a point where he was uh, openly and out loud denying Christ. cselekedeteivel, szavaival, mindenével. With, his actions, his words, with everything that he had. Egyrészt ez a dolog, itt, itt, én még nem voltam. Én sok mindent csináltam, de ilyet még nem. This is one of those things, I've done a lot of things in my life, but I have not done this yet. Or... E, és remélem, hogy soha nem is jutok el erre And a and pontra. I pontra. de, de, talán, de talán vannak, akik eljutottak már erre a pontra. But there may be some uh, that have reached this point. Hogy egy meg. That maybe there was a point in your life where you threw your Bible against the wall and said, If this is how things are going to be, then I'd rather die. Or, Jesus, I find you annoying and I don't want you in my life anymore. Lehet, hogy, lehet, hogy már így. Maybe you've experienced this before. Mert ezt, a, ezt az embert látjuk itt. This is the man that we see here. És nem akarom találgatni, hogy Jézus hogyan nézett Jézusra, and uh, Péterre, and I don't önmagára. magára. I Ő volna ő három az egyben. Ja, bocsáss meg Uram. Jó volt, köszi. Tök jó. Uh, nem akarok ebből találgatni, de amit látunk, hogy az egész dolognak az eredménye képpen Péter sír sírva megy ki. So I don't want to take guesses as to how Jesus looked at Peter, but we do see the result is that Peter runs out sobbing. Szentem nem az a lényeg, hogy Jézus hogyan nézett Péterre. I think the point isn't how did Jesus look at Peter. Az az a lényeg, hogy Péter ránézett Jézusra. But I think the point is that Peter looked at Jesus. És meglátta, hogy ő a hibás. and he saw that he had made a Hogy huge mistake that he had failed in a huge maglatohj and that he realized that nobody else was this kind of failure Nem másra fogni. and he didn't blame someone else Nem mondta, he didn't turn around and say these guys are the ones at fault and i think this is really important in recognizing grace Hogy legyen megtérés. Pál, Pál azt mondja a korintusiaknak, hogy örülök, hogy megszomorodtatok. Paul says in the Corinthians, in the letter to Corinthians, I'm glad that you have been freed. Mert megtérésre szomorodtatok meg. Because you have been set into the point of salvation. Ezek szerint különbség van. And there's a difference here. Csak when we are saddened bűnömön, because they found out my sin, because I messed up, and I feel sad about my sin just so that it will be over, azért, bevallom, or I'm saddened because I'm ready to confess that I've messed up. Hiszem, ezen a a and this is the point where grace steps in. Ez az a pont, ahonnan gyógyulás jön. And this is the point where can begin. Amikor az ember megválja, hogy elrontotta. When a that up. Én hiszem, hogy Isten itt lép be és ad kegyelmet. És én hiszem, hogy ez az, ami igazán gyógyulást hoz a személynek is, aki elrontotta. Amikor végre megvallja, hogy hogy ő a hibás. And they finally confess that they are the ones at fault. I think it's very important that we take grace into the world in a healthy way. There's many that do not. Um, because sometimes in what people say, it makes it sound like it's fine no matter what you do. Közben nagyon nem but it really does matter what you nagyon do. Nem mindegy, hogy hogyan hozzá. It really does matter how you approach the situation. It matters what your heart is like and if there is true salvation. Látod? Péter borzasztóan uh, el lehetett keseredve itt. And so Peter must have been extremely uh, despairing in this moment. Um, uh, Jézus külön üzen neki, uh, hogy, hogy ne aggódj Péter, majd megyek előtted, én még gondolok rád. And Jesus, uh, as a result, lets him know specifically that he will be going ahead of him and helping him. Mert Jézus pontosan tudta, hogy Péter milyen mélyen van. Because Jesus knew how deep Peter, or what a low point Peter was in. Talán azt gondolta magáról, hogy mekkora csalódás lehetek Istennek. Perhaps he was thinking, I'm such a disappointment to God. Én, én benne voltam a hármas elit kommandóban. I was in Bocsi. the third elite command. Kommandó az lehet. Yeah. Tech. Benne voltam a háromba, akit Jézus nagyon szeretett. so i was in the, the inner circle of the three that jesus really loved. Megfogadtam, hogy meghalok vele. Uh, and I, I said that i would be willing to die for him. Nagy dolgokra voltam hívva. and i was called to great things. És most itt vagyok, hogy üvöltve meg. and here i am casting down curses and shouting that i don't know him. i did something that i never thought that i could be able to do. Ez egy nehéz pont. And this is a really low point. Én is ott. You know I've been here Talán te is. Maybe you too. Amikor így megtettem valamit és utána azon csodálkoztam, hogy ez kijött a számon tényleg. When you've done something or said something where you're totally surprised that you actually got to that point. Én mondtam ezt, én aki ennyi ideje keresztény vagyok. I said this, me who's been a Christian for so long. Én meg megtudtam ezt tenni ennyi I could... idő után. I could do this thing after so much time. Ja, ugyanúgy, mint Péter, látod? Just like Peter. És a egy pontra, and Peter's bitterness took him to a certain place when he decided he would turn back to his old life. 21, János 21 lapoztok, In John 21. From verse Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit ikérnek hívtak, és Nátáná él, a galileai Kánából, és a Zebedeus fiai. A tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk, elmegyek halászni. Ők erre azt mondták, mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Szokták erre mondani, hogy mit piszkáljuk szegény Pétert, lehet, hogy csak kajáért indult el. Sometimes people will say, Why are we bothering poor Peter? Maybe he was just hungry. <laughs> 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 and maybe people say, Well, why do these pastors always poke fun at Peter here? Maybe he was just doing what he knew, and why does it mean that he's going back to his old life? <laughs> and the reason why is if you look at the entire gospel and the way that Jesus communicates with them. This is because the way Jesus called them was to call them out of the life of being fishermen and called them into a special uh, calling out to be fishers of men. Jézus egy különleges feladatra választotta ki ezeket a tanítványokat. Jesus chose these disciples for a special task. És És valószínű Péter tele bűntudattal, csalódottan azt mondta, hogy hát én feladom ezt. Talán össze van keveredve. He's feeling mixed up and confused. Jézus, Jézus eltűnt, nem tudom hol van. Jesus disappeared, he's no longer with us. És ráadásul rájöttem, hogy egy áruló hazug vagyok itt a történetben. And meanwhile I've realized that I'm this betraying Denier in this story. And so I'm just going to leave everything here and go back. And this is when we see that people in times of need and distress go back to their old life. Back to that life that they had previously put to death. Saying that it wasn't good and that they didn't want to do it anymore. Mert azt, hogy régen jobb volt, ment. They go back to it because they think, well, maybe things did go much better back then. And maybe you've had this thought too well, this is it, I'm going to give up now. Mert a csalódás lehetek én Istennek. Because I must be such a disappointment to God. De Jézus egyáltalán nem így gondol ránk. But this is not how Jesus thinks of us. És Péterre se így gondolt. And this isn't how he thought of Peter either. Nézzük meg. So let's take a look. Olvasom a negyedik verstől a huszonegyedik részben a János evangéliumát. Starting from verse four. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valamilyen enni valótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett az Úr az. Akkor Simon Péter meghallotta, hogy amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a, a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk, hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal. És bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre ezt mondta nekik, jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz -e engem ezeknél? Ő pedig így felelt. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megszólította, Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Ő ismét így válaszolt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki, őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá, Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz engem? Ezért ezt mondta neki, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. Látod, milyen Jézus? You see what Jesus is like? Akkor látod igazán, hogy milyen Jézus, ha végig figyeltél, hogy mennyi mindent tett Péter, amivel elárulta, a Jézust. Ugyanúgy találkozik itt most Péterrel, mint amikor először találkoztak. Jesus Mint ha azt szeretném megmutatni Péternek, hogy jó, kezdjük előről. As if he's trying to show um, Peter, okay, let's start from the beginning. Péter így találkozott Jézussal egy csodálatos halfogás alkalmával. And Jesus met with Peter in this way during a miraculous catch of fish. Minden ugyanúgy van, mint az első találkozáskor. Everything is the same as in the first meeting. A különbség csak az, hogy akkor elszakadtak a hálók a halaktól. And the difference then is that uh, in the first meeting the nets all snapped because of the fish. De látod, nincs kárhoztatás. But we see there's no condemnation Nem kell There's no need to pay penance. Jézus áll, és azt mondja, Én Velem menni fog Jesus is there standing saying. Come with me. Három meg Pétert, hogy -e engem. We see that he asks 3 times if Peter loves him. nekem, hogy ez, első az ez. Na, sikerült, Péter, jobban szeretsz, mint ők. And I really like that the first question is, so, Peter did it work? Do you love them, Love me more than they do?:: Na, a fogadalom. Did your um, promise work?: Péter csak így képzelni, hogy így, hát nem. So Peter's just probably standing there disappointed. Nem, no, I messed up De tudod, hogy But you know I love you.: jön, And Jesus comes again, So do you love me? Péter azt mondja, igen, te nagyon jól, te ismersz engem, tudod, hogy szeretlek. And Peter says, yes, I love you, and you know this, you know me. You és know, aztán még egyszer, na, szeretsz engem? And Jesus says it a third time, so, És you látod me? ezt a megszomorodást. And we see that Peter is grieved. <laughs> Jézus, nagyon jól tudod, hogy hogy állok veled. Peter knows, Jesus knows exactly where they stand. Te mindent tudsz, hogy egy áruló vagyok, hogy elhagytalak, Jesus, you know everything about me. You know that I betrayed you, that I left you. De azt is tudod. But you also know that I love you. És tudod ez a And this is what being a Christian means. Aki elbukik, nincs benne semmi jó. Who fails, who doesn't have anything good to offer. Eláruljuk Jézust száz és száz módon. We deny him and betray him in hundreds of ways. De persze, egyre jobbak vagyunk, de. Oh. De azért eláruljuk őt. We're getting better, but we're still denying him. De szeretjük Jézust. But we love him. És tudod, mit Jézusnak ez elég. And for Jesus, this is enough. Látod, háromszor mondta Péternek, hogy na akkor te vagy a pásztor. Gyerünk. He told Peter three times, so you're the shepherd now. Igen, igen, ismerlek téged, legeltesd a juhaimat. Yes, I do know you. Feed my sheep. Milyen jól eshetett ez Péternek, nem? Hogy a többiek előtt mondta ezt P Jézus. It must have felt so good for Peter to know that Jesus said this in front of the rest of the disciples. Országvilág előtt hangosan kiáltva árulta el. Because Peter denied him uh, aloud shouting out that he never knew him. Talán a többiek mondták is neki, hogy hallottuk a sztorit, hogy üvöltözve tagadtad meg Jézus. Gratulálunk. Maybe the others came to him and said, Yeah, we heard the story about how you denied Jesus. And Jesus says, Here my sheep, feed them. Yes, I do know you. Let's go. Csak a kell. Because he just needs the repentant heart. Jézus. And this is what Jesus is like. And this is very important. Hogy

but this is what he's saying to all of us. This ha is what he's like, a if we confess our sins, jön és a helyünkre. Menj tovább, he will restore us. He'll put us back in our place. És had, had fejezzem be itt. And let me finish in this way: you can't go too far to be brought back. Maybe you're thinking you've gone too far, you've messed up too many times. Hiszed, hogy ő a az Do you believe that He's the God of all grace? Illetve, ha is el, csak lépni, és a vagy. No matter how far you've gone from Him, you just have to take one step and you're back where Ted you were. Do this one step today. Mert, mert Isten közel van if you need to, because God is close to you. He's really just the distance of a prayer away from you. And I think we see now how Peter recognizes God as the God of all grace. And I would like us to know that for ourselves as well that God is the God of all grace. Be Let's finish with prayer. Atyám, Father, thank you that you are the God of all grace. Köszönöm, hogy van a thank you that you have grace to cover our sins. És and this is how we come to you. Nekünk, Forgive us, Lord, tudod, hogy because you know we love you. Kérünk, hogy nekünk, hogy éljük ezt a we pray that we would be able to live out this grace. És adjuk ezt a Uram, ez a nehezebb. This is the Hamar elfogadom magamra. Uh, glad to accept it for myself. Nehezebb adni. But it's harder to give to others. De, de, segíts nekünk ebbe. But to do hogy tegyük is, hogy adjuk is a kegyelmet. That we would be able to give grace. És azért is imádkozunk, hogy segíts nekünk helyesen képviselni a te kegyelmedet a világ előtt. And we also pray that we would be able to represent your grace accurately to the world. Igazán, hogy because our desire is that more and more people would come to know you. Nem, nem, hogy

És ezzel befejeztük ezt a sorozatot. And with this we've finished, um, this time. Néhány óra múlva kezdjük az apostolok cselekedeteit. And in a few weeks we'll start... De már nézve, ha imára van szükségetek, itt vagyunk házi csoportvezetőkkel, vezetőkkel, és szeretnénk veletek imádkozni. Illetve ha Isten úgy vezet, hogy adakoz, akkor ott megteheted oldalt az adakozó dobozoknál. Ha adtok, adjatok örömmel, az Úr szolgálatára lesz. Go ahead and give with joy. Olyan röviden fordítva, nincs időm gondolkozni. Legyen nagyon szép napotok, Isten áldjon benneteket. Köszönöm a figyelmet. Have a really great day.